Lázadás és hűtlen kezelés vádjával súlyos börtönbüntetést kért a katalán népszavazást szervező politikusokra a spanyol ügyészség. A volt katalán elnök helyettest Oriol Junquerast 25 év börtönnel sújtanák, 8 társát átlagosan 17 év szabadságvesztéssel büntetnék. Ugyanakkor a spanyol igazságügyminisztérium kötelékébe sorolt úgynevezett államügyész enyhébb minősítés mellett tört lándzsát, ami az alkotmányos rend elleni szervezkedés nevű magyar bűncselekményhez áll a legközelebb. Így legfeljebb 12 év lehetne a büntetés. Itt nem egy békülékeny gesztusról van szó, magyarázta a spanyol igazságügyminiszter, hanem a cselekmény jogilag szabatos minősítéséről. Hogy ez gesztusként működik-e, arról fogalmam sincs. A katalán vezetés nem is vette békülékeny gesztusnak az államügyész javaslatát, szerintük csak a vádak elejtése vezethetne a feszültségek enyhítéséhez. Sánchez elnök úgy döntött, nem tesz semmit, így bűnrészessé vált az elnyomásban, mondta a tartomány elnöke. Ez a bebörtönzött demokraták iránti megvetéséről tanúskodik. Katalóniában egy éve népszavazást tartottak a tartomány függetlenségéről, amelyet a spanyol hatóságok alkotmányellenesnek minősítettek, és rendőri erőszak árán is megpróbáltak megakadályozni.